Dzsungelből megyünk a kertbe, mert hogyha például én azt mondom önöknek, hogy szobai arália vagy sárkányfa, én eddig nem is tudtam, hogy milyen növényekről van szó, de most tippeket kaphatunk, hogy viszonylag egyszerűen hogyan lehet ezeket a növényeket gondozni. Három növény, amely a rohanó életünkben is otthonunk díszei lehetnek. Strapabírók. Se húzat, se szárazság nem akadály nekik. Kevés törődéssel és ápolással is megelégszenek. Egy igazán strapabíró és több évtizedig élni képes növényt szeretne, az felejts el, hogy mit lehet olvasni a szakkönyvekbe, menjen el egy 60-as, 70-es években épített lakóteletnek a lépcsőházába, és nézze meg, hogy ott milyen növények vannak. Hát a csíkos csokros indával, vagy más néven a Chlorophytum commosum variegatummal biztosan fog találkozni. Semmi komolyabb kártevőjük nincsen, egy teljesen igénytelen, egy dologra kell odafigyelni, hogy lehetőleg ilyen 6-8 fok alá semmiképpen ne csökkenjen a hőmérséklet. Ezt a növényt, ezt nyáron a kertben, a teraszon, a balkonon is tudjuk használni. Ha túlságosan árnyékos helyen van, akkor többnyire a levelek elkezdenek sárgulni, elkezdenek száradni. Ugye azt szeretnénk, hogy minél szebben ez a zöldes-fehéres színe láthatóvá váljék, a lehető leginkább próbáljuk meg egy naposabb, világos helyre tenni. Magyarországon a 90-es évek elején ismerkedtünk meg a seflírával, a szobai aráliával. 80-120 cm magasságig képes megnőni, szobai körülmények között nem virágzik. Azonban, hogyha nagyon hagyjuk, hogy megnőjön, mint például mondjuk itt ennél a példánynál, akkor túlságosan ritkás lesz, és nem nyújt olyan szép látványt. Úgyhogy ilyenkor nyugodtan egy általunk előre meghatározott magasságba metszük vissza. Rendkívül egyszerűen kezelhető, illetve ápolható növény, tehát kiváló választás azoknak, akiknek rendkívül kevés idejük van. Egyre inkább kezdett elterjedni a Dracaena marginata, vagy magyar nevén sárkányfa. Igazából leginkább ezt a piros színű változatot szerették alkalmazni. A legfontosabb, hogy szépen lassan elkezd kialakulni egy hosszú szára, és ez egészen gyakorlatilag egy ilyen fél méter, egy méteres magasságig is képes megnőni. Van neki egy egyszerűbb változata. A Dracaena marginatának ezt a változatát egész egyszerűen a köznyelv csak úgy nevezi, hogy a mindent kibíró Dracaena. Látszik, hogy mennyire húsos, vastag, erős gyökerei vannak, amelyek nagyon hamar átszövik a teljes földlabdát. Ezt a növényt, ezt gyakorlatilag, hogyha egy hétre betesszük a szekrénybe, és nem kap se vizet, se levegőt, se napfényt, kivesszük, még akkor is élni fog. Ezt mondjuk a legtöbb szobanövényünkről ugye nem lehet elmondani.